Ismét lehet pályázni a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program B komponensére. A stipi program célja a kiemelkedő tehetségek anyagi és szakmai támogatása. A nyertesek akár 28 millió forintot is kaphatnak külföldi tanulmányaik finanszírozására. A pályázatokat június 12-éig lehet benyújtani. Balázs. Így van, nem akármilyen lehetőség ez, erről beszélgetünk Balázs János zongora művésszel, egyébként aki az ösztöndíj program egyik mentora. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tiszteletem! Ha megengedi, egy személyes jellegű kérdés, miért vállalta el ennek a programnak a mentorálását? Úgy gondolom, a tehetségek támogatása az a legjobb befektetés, és mindenkinek kötelessége tenni azért, hogy a jövő nemzedéke az értő, érző emberekből álljon. És nyilvánvalóan a külföldi egyetemeken megszerzett tudás az valami egészen különleges hozzáadott értéket fog adni majd a magyar társadalomnak. Úgyhogy ez az ösztöndíj program ez egyedülálló a maga nemében, hiszen nem csak abban segít, hogy a legnagyobb tudást megszerezze valaki, hanem abban is, hogy aztán majd a későbbiekben ezt hazánkban tudja kamatoztatni, hiszen haza várjuk, haza hívjuk azokat, akik majd ott lediplomáznak, hogy mindazt a elképesztő mennyiségű tudást, azt az egyedülálló gondolkodásmódot, azt hazánk kultúrájának és tudományának a gyarapítása érdekében tudja folytatni. Nagyon érdekes dolog, amit mond. Ön szerint mi az, amit külföldön például meg tud szerezni egy magyar fiatal tudásban, amit aztán majd tud, ahogy ön is mondta, hasznosítani, nem csak itthon, akár bárhol máshol a világon? Rendkívül sokféle tudást létezik a világban, és a mai embernek azt hiszem nagyon fontos azt a különleges és egyedülálló látásmódot látni a világból, amely kicsit olyan komplexé teszi a gondolkodásunkat. Úgyhogy itt nyilván olyan egyetemekről beszélünk, mert az ösztöndíj program már elindult egy pár éve, és én is részese lehetek mentorként, mint Cambridge, vagy Oxford, vagy a Yale University, vagy a Harvard University. Ugye nem kell magyarázni senkinek, hogy a Harvard mondjuk mit tud adni egy fiatalnak, aki nem tudom hány elnököt és világvezetőt adott már a világnak. Úgyhogy ez egy egyedülálló dolog, és azt hiszem, hogy a három komponens, ugye, ami az ösztöndíj programnak a három komponensét illeti, az is nagyon-nagyon sok mindent lefed. Ugye az A komponens azokat a fiatalokat fogja támogatni, tudja támogatni, akik eltervezik, hogy jelentkezni szeretnének egy nagy egyetemre, egy rangos egyetemre. Tehát a utazási költségét, illetve az ottani létét fogjuk tudni ezzel támogatni. A B komponens az pedig, akit már felvettek az 50 legjobb egyetemre a világban, az ő ösztöndíjait, a megélhetését, a lakhatási támogatását fogja tudni fedezni. A C komponens az pedig, akik már elkezdték a tanulmányaikat, de szeretnék folytatni vagy befejezni, tudjuk őket vele támogatni. Úgyhogy ez egy gyakorlatilag lefedi a teljes felsőoktatási éveit egy tehetséges fiatalnak. És mi a szerepe ezekben a helyzetekben a mentoroknak, önöknek? Nyilván a kiválasztás és a segítségnyújtás abban az esetben, hogy ugye itt Magyarországon rendkívül sok tehetség van, ugye ez egy olyan program, amelyet Magyarország köztársasági elnöke Novák Katalin fővédnököl és a Családpárti Alapítvány hozott létre a Nemzeti Tehetség Központtal együtt, úgyhogy itt olyan különleges művészemberek, tudósok, az ország vezető posztjaiban lévő kimagasló személyiségek ítézkednek, akik nyilvánvalóan a megszerzett tudás, fiatalok megszerzett tudását nem vonják kétségbe, hiszen már maga a bekerülés is önmagában egy rangot jelent, akit felvesznek a világ legjobb egyetemeire, az már önmagában egy különleges tudást feltételez. De onnantól kezdve vannak még emberi faktorok és esetleg olyan dolgok, amiket mi meg fogunk tudni érezni egy kiválasztó táborban, és utána van még egy bíráló bizottság is, akik a végső döntést meghozzák. Úgyhogy nagyon összetett és nagyon komplex, de hát valahogy a tehetségeket ki kell tudni választani. És egyébként erre a B komponensre, tehát akit már felvettek a legjobb egyetemekre külföldön, ez június 12-ig lehet pályázni a családpártialapítvány.hu oldalon. 14 óráig, ezt megtehetik, ugye 17 és 23 év közötti fiatalok pályázatait várják. De megnéztem az eredményeit eddig ennek az ösztöndíjnak, és ugye jelenleg 56 fiatal tanul a világ különböző pontjain, ahogy említett ön is például a B vagy a C komponens segítségével. Az előző évek tapasztalatai, azért ez egy fontos szempont, mit mutatnak a fiatalok tekintetében? Említettük itt a beszélgetés elején a rutint, meg a gazdagodást, a tudás gazdagodását. Mit mutatnak eddig a tapasztalatok ezzel kapcsolatban? Az igényt.
Az, hogy erre óriási igény van, és hogy ez nagyon jó, hogy létrejött ez az ösztöndíj program. Az én időmben például nem volt. Nekünk rendkívül nehéz volt bárhova is pályázni, és kimenni akár csak egy mesterkurzus erejéig, nem hogy külföldi tanulmányokat folytatni hivatalos körülmények között. Azt hiszem, hogy manapság egy fiatalt leginkább a tudás megszerzésével lehet támogatni és gazdagítani az ő eszköztárát, a világnézetét, és ez a program azt hiszem azt mutatja a fiatalok felől, hogy óriási jelentkezések vannak, óriási számok, úgyhogy nyilván nem tudunk mindenkit támogatni, igyekszünk kiválasztani a legtehetségesebbeket, de páratlan azt hiszem, hogy 800 millió forintos keretösszeg van az ösztöndíj programra, amely nyilvánvalóan a három komponenst hivatott egész évben támogatni. Azt is jelenti ez az ösztöndíj program, hogy gyakorlatilag itt a biológiától a fizikán keresztül mondjuk a bölcsészettudományokig, a zenéig, a zeneművészetig mindent lefed ez az ösztöndíj program? Pontosan, csak és kizárólag a tehetség és a számok, a felvételi eredmények számítanak, az ágazatokat, azokat természetesen nem kötjük meg, hogy milyen lehetséges és milyen faktorból kerülnek ki. Önmagában azt hiszem, hogy az 50 legjobb egyetembe bekerülni az ágazattól függetlenül óriási dolog. Így van, és akkor hát biztatjuk a fiatalokat, hogy tehát június 12-én, hétfő 14 óráig, aki teheti, akkor még jelentkezzen erre a programra. Balázs János zongoraművész volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget.